A Magyarországgyűlés elnöke beszéde elején leszögezte, április 3-án nem egy szimpátia szavazás lesz. Minden választó polgártársunk a saját családjának a húsba vágó egzisztenciális érdeke alapján döntse el, hogy mi szolgálja az ő családjának, gyerekének, unokájának a boldogulását, mi ad több esélyt rá, melyik út, melyik politikai közösség, melyik párt, melyik kormány. 7,1% volt tavaly a gazdasági növekedés, ami Európában is, sőt világszinten is figyelmet keltett, és az egyik legmagasabb eredmény volt. 4,7 millió embernek van munkája, tehát soha a rendszerváltozás kezdete óta a foglalkoztatás ilyen magasan Magyarországon nem volt. 1,3 millió háztartást döntöttek Gyurcsányék az adósság, devizaadósság csapdájába. Hogyha ezt megszorozzuk minimum hárommal, akkor ebből kijön nagyjából majdnem 4 millió ember. Tehát 4 millió ember volt a reménytelenség küszöbén 2010-ben. A középosztálytól várható az, hogy az országot gazdaságilag rendbeszedje, fölemelje, fölépítse, mellékesen mondjuk a kultúrát is föntartsa, annak fogyasztója legyen. A középosztály az, amelyik egyébként a felső néhány ezer önzését, arroganciáját is képes a demokrácia intézményrendszerén keresztül korlátozni, és amelyik képes akár személyes, privát adakozás formájában is, meg az intézményrendszerek működtetése formájában is gondoskodni azokról, akik alul vannak. Kövér László hangsúlyozta, 2010-hez képest harmadára csökkent a súlyos nélkülözésben élők száma, és felére a szegénység kockázatának kitettek aránya. 1,3 millió emberrel van kevesebbnek fizetési hátraléka. 4 millió emberrel többnek van pénze váratlan kiadásokra. 1 millió emberrel többnek van személygépkocsia, mint 2010-ben. 1,7 millióval több ember tud rendszeresen húst fogyasztani, 2,5 millió emberrel több tud elmenni egy hétre nyaralni, és 680 ezerrel csökkent azok száma, szintén a mély szegénységben élőkről beszélünk, akik nem tudják fűteni a lakásukat. Kövér László ezek után rátért a családpolitikára, ami szerinte a legfontosabb politikai kérdés. Történelmnek nincs célja, minden ellenkező kommunista, meg zöld, meg liberális értelmezéssel szemben. A történelmnek értelme van, és hogyha értelmet akarunk neki adni, az az, hogy azt a földet, meg azt a kultúrát, amit a Jóisten nekünk ajándékozott, ránk bízott, azt fönntartsuk az idők végezetéig. A politikának arról kell szólnia, hogy megszülessenek azok a magyarok, akik majd 100 év múlva, meg 200 év múlva is itt lesznek, és magyarul fognak beszélni. Beszédében a házelnök az aktuális honvédelmi helyzetre is kitért. Nekünk önökhöz, egymáshoz, önöknek egymáshoz kell a leghűségesebbnek lenni, a hazájukhoz kell a hűségesnek lenni, és erre kell nevelni a gyerekeiket. Nem a NATO-hoz, és éppen az aktuális hatalomhoz, birodalomhoz, amelyik legközelebb van hozzánk, vagy legjobban fenyeget bennünket. Az életünk a tét. Nem vicces. Vagy a tanulságokat egyszer le kell vonni azoknak, akik egyáltalán morálisan alkalmasak arra, hogy levonják. Most nem magyarokról beszélek, meg a magyar ellenzékről, hanem azokról a nagyhatalmakról, akiknek sikerült ezt összehozni. Szóval, hogy amikor ilyen állapotok vannak, akkor talán nem túlzás azt mondani, hogy egyszer lehet hibázni az életben még 2002-höz hasonlóan, és nem biztos, hogy a Jóisten ad nekünk még egy mentőkérdést, ahogy az egyetemben néha szoktunk kapni, amikor nem igazán úgy sikerült a felelet, ahogy azt elterveztük. Nem lesz még egyszer mentőkérdés, tisztelt hölgyeim és uraim. Kövér László hangsúlyozta, az országgyűlési választásokkal egy időben népszavazásra is sor kerül, aminek szintén nagy tétje van. Ez a gyermekvédelmi népszavazás, ez csak annyit mond, hogy nem engedjük, hogy a gyerekeinket a mi akaratunk ellenére, megkérdezésünk nélkül ebbe az irányba befolyásolják a médián keresztül, vagy az iskolán, pláne az iskolán keresztül. Hogy a mindenféle LMBTQ aktivista bemehessen, és ordinári mutatványok közepette próbálja meg bevezetni az egyébként még erre teljes mértékben éretlen óvodás, meg kiskorú iskolás gyerekeinket a szexualitás aberrációinak a világába. Nem, nem és nem. Meg még egyszer nem.
A kampánygyűlés alkalmával Kövér Lászlóhoz hasonlóan Balatonfüred polgármestere Bóka István is arra kérte a voksolókat, hogy Kontrát Károlyt támogassák a szavazataikkal.